Szeretettel köszöntelek benneteket, a Bonum TV nézőtestvéreket ezen a napon. Először is hallgassuk meg az Isten igéjét. Erre a napra nekünk Lukács evangéliumának egyik részletet van, 11. fejezet 47-től. Jaj nektek, mert sír emlékeket emeltek a profitáknak, atyáitok pedig megölték őket. Ezáltal tanúsítsátok, hogy egyetértetek atyáitok tetteivel, mert azok megölték őket, ti pedig a sírjaitkat építitek. Azért mondta Isten bölcsessége is, prófitákat és apostolokat küldök hozzájuk, de közülük egyeseket megölnek és öldöznek, hogy számon lehessen kérni e nemzedéktől minden profita vérét, amelyet kiontottak a világ kezdetétől. Ábel vérétől Zakariás véréig, aki az oltár és a templom között vezet el. Bizony mondom nektek, számon fogja kérni mindazt ettől a nemzedéktől. Jaj nektek, törvényt tudok, mert elvettétek a tudás kulcsát, magatok nem mentetek be, és a bemenőket is megakadályozzátok. Amikor kiment onnan, az írástudók és a farizeusok nagyon felháborodtak, és sok mindenről kezdték őt faggatni. Azt lesték, hogy beszédeiben valamin rajta kapják. Mai napon is van nekünk nagyon-nagyon szép evangéliumi részlet, és legelején lehet észrevenni, hogy Jézus a farizeusokat és a írástudókat szítják, vagy hogy is mondja, megfeddi. Ez a jó szó. Elítéli, így is lehet mondani, az ő cselekedetüket, nem a személyeket, hanem cselekedetüket elítéli. Nem egyetért azzal, amit ők cselekszenek. Hiszen mi tudjuk, hogy Jézusnak volt barátja, barátok is voltak farizeusok, meg szadduceusok közül is, hiszen az egyik alkalommal egy farizeus házba vendégeskedett, és mi tudjuk, hogy annak a farizeusnak a neve Simon volt, és akkor neki elmondta pár dolgokat azután, amikor eljött hozzá a vendégség, amikor a vendégség alatt eljött egy bűnös nő, és kente az lábát, megcsokolta lábát, és akkor feltesz egy kérdés a farizeus. Tehát barátok is voltak Jézusnak a farizeusok közül. Ez azt jelenti, hogy őket is számon tartotta és fontosnak tartotta, de a cselekedetüket természetesen nem támogatta, vagy nem értek egyet. És ezért ilyen kemény szavakat használják Krisztus jai nektek. Nekünk fontos azonban tudni, hogy Isten minden embert akarja üdvözíteni. És ez nagyon fontos minden kereszténynek tudni. Nem csak egy bizonyos társaságot, vagy egy közösséget akar, hanem az egész világért küldte az ő fiát. És Krisztusnak az a feladata volt, hogy üdvözítje, hogy megmentje a világot, nem elítélje. És ilyenfajta embereket még ma is lehet találkozni a mai társadalomban. Tehát a farizeusok, szadduceusok, azok még mindig majd más néven lehet, hogy szerepelnek. Én azt szeretném mondani, ezeket úgy lehet tekinteni, ezek a farizeusokat, vagy éppen a szadduceusokat, azok olyan törvényeket létrehozzák és teszi az emberekre, amit nem tudja elviselni. Ők maguk pedig nem, egy ujjával se mozdítják, ahogy Krisztus mondják, hanem másokra teszi ezeket a terheket. Én egy példát mondanám, hogy itt most Európában vagyunk, én mint indiai szerzetes,
sokszor veszem észre, olyan sok törvény van itt Európában, ami az emberiséget nem szolgál. Tehát ember emberét nem teszi, hanem úgy tűnik, hogy azok a törvényeket bebilincseli az embereket, és tárgya teszi. Nem igazán emberi méltósággal tudja élni. Tényleg nagyon sok törvény van. Viszont azt nem tudom, hogy azok, akik létrehozzák ezeket a törvényeket, valóban meg is tartják. Vagy csak másokért hozzák, és azokat rányomják. Nagyon sokszor így az utolsó mondatot mondjuk a jaj, nektek törvényt tudok, mert elvetítek a tudás kulcsát. Magatok nem mentetek be, és a bemenőket is megakadályozzatok. Tehát valami ilyesmi történik. A tudás kulcs szerintem, véleményem szerint, tapasztalatom szerint az igaz tudás kulcs Istenfélelem, vagy a hit. Hit nélkül az igazi tudásra nem lehet ébredni. Tehát és pontosan ezt megakadályozzák. Tehát Istenhez fordulni, Isten bölcsességét tanulni, vagy Istent imádni, ezeket próbálják egy kicsit félretolni, és mindenféle más emberi törvényeket létrehozzák, ami nem segíteti embernek lenni, és annak maradni itt a Földön. Ezt látom. És így nehezíteszi a sok törvény az ember életét. Mondjuk másképpen, nincs meg benne kellő szeretet. A törvényben, ha nincs szeretet, akkor ez a csontváz. Tehát élet nincs benne. Ez történt az Ószövetségben, ez most lassocskán úgy tűnik, hogy bekövetkezik újra. Pedig nem Ószövetségben élünk, hanem új szövetségben, mert az Ószövetséget teljesítette Krisztus az ő tanításával. Tehát a törvényben legyen szeretet. És ez a kulcs dolog, ez hiányzik. Számomra ez a véleményem. És ennek a jeléül, ennek a következő vagy a következménye, ez a sok probléma. Tehát itt még mindig vannak farizájusok meg szadduceusok közöttünk. Vagy közül itt élnek azok. Ha valaki emeli hangját ezek ellen, mert Krisztus is ezt megtette, a cselekedetek ellen emelte a hangját, akkor elnémítja azt a részét. Azt is lehet észrevenni, amikor, ha valaki ellene beszél, emel a hangja ellene, hogy az, ami történik most itt Európa, azok a sok törvény, ez nem jó, az nem szolgál az emberi javát, akkor azonnal próbálja elnémíteni őket. És Krisztustól is ezt megpróbált. Mert itt írva van, hogy az írástudók és a farizeusok nagyon felháborodtak, és sok mindenről kezdték őt faggatni. Azt lesték, hogy beszédeiben valamint rajta kapják. Pontosan ezt csinálják most is. Ha valaki emel hangját, akkor mondjuk lesnek, hogy ki mit mondanak ezek ellen, és akkor rajta lehet kapni, és akkor büntetni lehet. Ez nem fog emberiséget szolgálni. Tényleg embernek lenni és annak maradni. Szükségünk van olyan törvényekre, ami emberiséget szolgál, valóban szabadta tesz az embert, nem bebilincseli, ehhez egy kis emberiséget, szeretetet bele kell tenni a törvényben. Ha nem, akkor az nem szolgál emberi javát, emberiségi javát. Tehát a mi javunkat. Legyünk bölcsek. Ez a mi kérésünk, vagy az üzenet, hogy Krisztus kéri tőlünk a mai evangéliumon, hogy legyünk bátrak, nyitott szemmel leállunk, nyitott szívvel járunk, hogy lássuk, hogy mi az, ami bilincsbe veri az embereket, milyen törvény az, ami bilincsbe veri embereket, ami nem szabadra teszi, azoktól egy kicsit távol tartuk bátran, mert csak Isten tudja szabadra tenni. Ez a kulcs. És bármi, ami bilincsbe veri bennünket, ettől mi távol tartjuk, és ha alkalom nyílik, akkor bátran emeljük hangját ezek a cselekedet ellen, és akkor tudjuk valóban szabadra tenni magunkat, legalábbis Krisztus
azt is tudjatok, hogy aki így cselekszik, annak szenvedni kell, mert azt is mondja, hogy lesni fognak azokat, és próbálják eltávolítani a föld színéről, azt is próbálják. Írunk, jó Istent, hogy adjon nekünk erőt és bátorságot helytállni Isten igéit megtartásának. Dicsértessük a Jézus Krisztus!